Sziasztok! Nagyot tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy mi nők kis angyalkák, szentek vagyunk, és csak a csúnya, gonosz, erőszakos férfiak lehetnek lelketlen sorozatgyilkosok. A történelemben igen sok nő tesz szert olyan hírnévre, amit vérrel alapozott meg. Szemrebben és nélküli férj és szeretőgyilkosságok, kórházi ápolónők, akik örökre elaltatták a betegeiket, és még nem beszéltem az angyalcsinálókról és a profi méregkeverőkről, de azokról se feledkezzünk meg, akik pusztán élvezetből vagy nyereségvágyból követték el szörnyű tetteiket. Most nyíljanak meg a magyar kriminalisztika női sorozatgyilkos aktái. Sziasztok! Volt egy asszony a 19.-20. század fordulóján Szeged környékén, aki más volt, mint a többi nő, és ez nem annyiban merült ki, hogy általában nem szoknyát viselt. Bár születésekor Fődi Viktóriának nevezték el, később pedig Réger Pálné Fődi Viktóriának hívták, végül mégis Pipás Pistaként terjedt el a neve. Egy dolog azonban bizonyos. Pipás Pista különleges helyet foglal el a magyar bűnögi krónikák lapjain. Ő volt ugyanis az első transzvesztita gyilkos, aki nő létére felvállaltan férfiként élt a csaknem 100 évvel ezelőtti Szeged környéki tanyavilágban. Ha megpróbáljuk lefejteni történetéről a legendákat, vélhetően a saját szerencsétlen sorsa vezette oda, hogy segítsen asszonytársainak megszabadulni brutális férjeiktől, egyben beteljesítse bosszúját a férfi nemmel szemben. Számos sorozatgyilkosról derül ki utólag, hogy tetteihez valami szörnyű trauma vezette. Így volt ez az 1886-ban született Fődi Viktóriával is. Hogy hol született? Szeged mellett Átokházán, amit ma Ásotthalomnak nevezünk. Nyomorúságos körülmények között nőtt fel, írni, olvasni sem tanult meg. Részeges apja rendszeresen verte a családot. A lányt alig 10 évesen cselédnek adták, vagy egyes források szerint pásztornak, de ugyancsak iszákos gazdája többször is megerőszakolta őt. Végül kenyéradója adta férjhez a kocsisához, özvegy Réger Pálhoz, aki ugyanolyan durván bánt vele, mint bármelyik férfi eddigi életében. Amikor férje eltűnt az első világháborúban, napszámba ment dolgozni, férfiként, mert úgy gondolta, hogy könnyebben adnak neki munkát. Nem fogta gyanút, mert az erős fizikumú nő rendkívüli munkabírásúnak bizonyult. Ekkor kezdődött Pipás Pista legendája. Úgy beszéltek róla a tanyavilágban, mint a hajdani betyárokról. A pipázásra már cselédlány korában rászokott, és azt mondták, a helyi csárdában bármikor asztalra leitta a férfiakat. De nem csak a pohárral szégyenítette meg őket, hanem gyakran alaposan helyben is hagyta neki nem tetszőket. Kortársai úgy emlékeznek, hogy nem egyszer félkézzel a földhöz teremtett egy-egy kocsma tölteléket, aztán hamarosan ezeknél szörnyűbb tettekre is vetemedett. Kétségtelen, hogy az ő bérgyilkosságaira, amelyeket ritkábban pénzzel, többnyire étellel, itallal fizettek ki, volt kereslet, hiszen a tanyavilágban nem volt ritka a hozzá hasonló sorsú nő. Az asszonyok annál is inkább egyre nehezebben viselték el dúvat férjeiket, mert a háború éveiben rájuk szakadt minden teher, és úgy érezték, több tiszteletet és jobb bánásmódot érdemelnek. Más eszközük pedig nem igen volt, hogy megszabaduljanak törvényes rabtartóiktól. Mivel korábban megesküdött, hogy bosszút áll minden részeges, brutális férfin, a férjeikre panaszkodó asszonyoknak felajánlotta segítségét, tehát alig ha volt nevezhető hidegvérű bérgyilkosnak. Teltek az évek, és a környéken egyre több idősödő gazda lett öngyilkos. A tanyavilág azonban kívül esett a hatóságok érdeklődésén, nem is keresték különösebben az öngyilkosságok okát, hiszen a szegénység vagy a munkaképtelenné válás önmagában is lehetett ok arra, hogy valaki ne akarjon tovább élni, és a magasabb halandóságban sem volt semmi rendkívüli. Végül 1932-ben a szegedi ügyészség kapott egy levelet, amelyben a névtelen bejelentő azt állította, az elhunytak nem önszántukból dobták el az életüket. Itt, ahogy a korabeli Dél-Magyarország is megírta, egy német Veron nevű nő elmondta, hogy 9 évvel korábban apósa, Dobák Antal volt Átokházi lakos, nem önakasztással elkövetett öngyilkosság következtében hunyt el, hanem közvetlen hozzátartozói akasztották fel másokkal, 2 birkával és 100 liter borral felbérelve azokat. És jöttek az újabb névtelen levelek. Rögtön meg is volt a gyanúsított Pipás Pista személyében. A 2 utolsó feltételezett áldozatot exhumálták, és a boncolás kiderítette,
ülő helyzetben folytották meg őket, majd azt a látszatot keltették, hogy felakasztották magukat. A félelmetes hírű pipást végül az egyik áldozat özvegyének padlásán találták meg a csendőrök. Női mi voltára csak szegedi csillagbörtönben a vizsgálati fogság idején derült fény, mert a férfi cellában nem volt hajlandó mosakodni, és raptársai egy idő után nem tudták elviselni a bűzét. A börtönorvos jelenlétében mégiscsak megfürdették, így lepleződött le a gyilkos, akit előzőleg egykori férje nevén régen páként vettek nyilvántartásba. Az 1933. januárjában tartott szegedi tárgyalás igazi társasági és média esemény volt. Akkora volt az érdeklődés, hogy a hallgatóságnak föntartott 150 koronás jegyeket azonnal elkapkodták. A tárgyalást eredetileg egy kisebb teremben akarták megtartani, de a védelem kérésére mégis megnyitották a nagy esküdszéki termet. Az ítélet hirdetésre január 13-án, pénteken került sor. A tárgyaláson két gyilkosság szerepelt a vádiratban, a már említett Bobák Antal és az 1919-ben meghalt Börcsök István ügye. Mindmáig nem derült ki azonban hitelt érdemlően, hogy valójában hányan végezték így Pipás Pista kezétől, aki mellett összesen 6 bűntársát állították bíróság elé. A férfi ruhás hóhérasszony nem tagadta a tetteit. Régel Pálnét, azaz Pipás Pistát halálra ítélték, Dobákné életfogytiglani fegyházat, Börcsökné 15 évet, Cinkosai pedig 2-től 15 évig terjedő börtönbüntetést kaptak. A három fővádlott ítéletét a fellebbviteli bíróság is helyben hagyta 3 hónappal később. Ekkor a Pipás már csak a börcsökgyilkosságot ismerte be, majd kijelentette, nem érzem magam bűnösnek abban, amit rám tettek, nekem abból hasznom nem volt. Az ügyre jellemző, hogy máig tartja magát az a tévhit, amely szerint Pipás Pistát kivégezték, még azzal is megspékelve a legendát, hogy azzal a kötéllel akasztották fel, amelyet ő használt a gyilkosságaihoz. Ez azonban nem igaz. Miután nem járt sikerrel ügyvédjének az a törekvése, hogy a védencét elmebetegnek nyilvánítsák, kegyelmi kérvénnyel fordultak a kúriához. A legfelsőbb bíróság azonban ezt szeptemberben elutasította. A tanyavilág réme mégis életben maradt, ugyanis még az év karácsonya előtt maga Horthy Miklós kegyelmezett meg neki. Az sem kizárt, hogy a kegyelem megadásának szerepe volt egy Tali Ida nevű tanítóképző intézeti tanárnak, aki Rieger Pálné ügyében levelet írt a kúria elnökének és a kúria közvetítésével Horthy Miklósnak. Tali Ida ugyanis évek óta bejárt biblia órákat tartani a csillagbörtönbe, hogy megpróbálja a teljesen közönyös állati sorba züllött embereket lelkileg emelni. Akárhogy is történt, a kormányzói gráciát követően Pipás Pistát átszállították a budapesti gyűjtőfogházba, ahol 1940. október 10-én halt meg. Pipás Pista emléke még máig velünk él. Az átokházi rém története nem csak a történészeket és a kriminológusokat foglalkoztatja. 1983-ban dokumentumfilm készült róla, melyben megszólaltatták Földi Veronika lányát is. 2013-ban a Szegedi Nemzeti Színház Pipás Pista című darabját mutatták be. Ásott halom már évek óta kacérkodik azzal, hogy a település egyik turisztikai látványosságává teszi Pipás Pista emlékét. Legújabban Almási Tamás jelentette be, hogy thriller készül forgatni a délalföldi sorozatgyilkosról, de a történetében legalább annyira fontosak lesznek azoknak az asszonyoknak az indítékai, akik a Pipáshoz fordultak segítségért. Köszönöm, hogy megnézted a videómat! Ha tetszett, lájkold és iratkozz fel a csatornámra! Sziasztok!